Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Schmidt Gábort, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkárát, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét, Erős Gábor országgyűlési képviselő urat, Fábián László olimpiai bajnokot, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, Molnár Zoltánt, a Magyar Edzők Társasága elnökét, Steindl Balást, Esztergomváros alpolgármesterét, Szakács Bálintot, a Magyar Kajakkenu Szövetség ügyvezető igazgatóját, főtisztelendő Veszeli Zsuzsanna Máter Karitász nővért, a Szent Vincéről elnevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulatának tartományfőnök nőjét, intézményünk fenntartóját, Storc Botondot, háromszoros olimpiai bajnok kajakozót, Kökény Rolandot, olimpiai bajnok kajakozót, Esztergom díszpolgárát, Csikós Zsókát, ifjúsági világbajnok kajakost, illetve köszönteném a mai rendezvény házigazdájaként Csabai Edvint, a Kolonics György Alapítvány elnökét, és végül, de nem utolsó sorban, Valkó Miklóst, az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium óvoda és általános iskola igazgatóját. Arra kérném önöket, hogy most nézzünk meg közösen egy hangulatvideót Kolonics Györgyről.
Tisztelettel felkérem Steindl Balázs, a polgármester urat beszéde megtartására. Engedjék meg, hogy a megszólításoktól most eltekintsek, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök Esztergom megyei jogú városa nevében, és ezúton szeretném tolmácsolni polgármester úr üdvözletét is. Egy legenda életútjának legfontosabb állomásait hivatott bemutatni az a kiállítás, amelyen most itt összegyűltünk, ami városunkba érkezett országjáró útjának egyik állomásaként. Mondhatjuk, hogy az egyik legjobb helyre. Hiszen Magyarország első városa Esztergom, és még sok mindenben első, éppen úgy, ahogy Kolonis György volt rövid élete során. Még tisztán emlékszem arra, mondhatom még gyerekként, hogy hajnalban keltünk, és izgatottan vártunk mind a atlantai, mind a Sydney olimpiát, hogy megnézzük a versenyét Kolónak, és óriási örömet szerezve olimpiai érmet nyert nekünk magyaroknak, ez örökre emlék maradt bennünk, főleg, hogy milyen viszontagságos körülmények között ment azon a versenyen, nagy szélben és hullámok között. Világ első volt tehát a választott sportágában, első a kitartásban, az akaratban, a példamutatásban, a tisztességben, az alázatban és az emberségben. Példaként áll előttünk, ő példakép volt nekünk, és én úgy gondolom, hogy egy minta, egy olyan élet, amelyet próbálunk mi is követni, legalábbis törekszünk arra. Esztergomban rengeteg fiatal iskolás korú gyerek sportol, különböző szakosztályokban. Nagyon népszerű, hál' Istennek nálunk is az evezős és a kajakkenu sport. Itt van Győző bácsi is, számtalan gyerek megfordult a keze közei alatt, és 2008-ban alakult, ugye Storz Botond és Vitya, aki ő is itt van, a kajakkenu itt Esztergomban, ha jól tudom, és Kökény Roland is versenyzett itt az Egyesület színeiben, itt is rengeteg gyerek sportol, hál' Istennek. Ezért is örülök annak, hogy városunkban köszönhetjük ezt a csodálatos gyűjteményt, ami Kolonis György életének, pályafutásának, sikereinek legszebb pillanatait mutatja be, hiszen ez ösztönző erő, és egyben példamutató a fiatalok számára. Ezért bízom benne, hogy minél több esztergomi és környékbeli gyermek fog ellátogatni a kiállításra. És bízom abban is, hogy ez a tárlat sokak számára hordoz valami olyan üzenetet, amit elvisz majd magával, és később majd azt mondhatja, innen indult el a siker útján. A Kolonis György Alapítványnak hálásan köszönjük, hogy városunkba is elhozták a kiállítást, lehetőséget adva ezzel, hogy az ide látogató gyerekek mindezeken túl megismerik a sport szépségeit és személyiségformáló, közösség összetartó erejét is. És köszönet igazgató úrnak és a gimnáziumnak, hogy befogadta ezt a kiállítást. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek szép napot. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a polgármester úr köszöntőjét. Kérem, most nézzük meg az atlantai olimpia kenu kettesek 500 méteres döntőjéről készített filmet, Kolonics György és Horváth Csaba győzelméről. Ezzel a győzelemmel nyerte Kolonics György az első olimpiai bajnoki címét. Összeszedték magunkat. Hát sportemberek kell, hogy legyen bennük olyan elszántság, hogy megfutassák, hogy mi vagyunk a legjobban. Andrév és Obrezsa. Van itt nagy ellenfél, annyi volt olimpiai bajnok, tegnapi olimpiai bajnok. Én a mai szeretném látni ilyenkben. Hetesen. José Pea és Oleg Sereszkenko, spanyolok. Örök döntősök. Kabanov Konovalov, egy új orosz egység, negyedik volt a világbajnokságon. Fiatal emberek, övék lehetnék a jövő, de nem a lehetsz. Péter Pálezs orosz Csaba, tegnap hetedikek voltak. Ez a jövők távjú. A rózsaszín fölött egy jel. Itt nincs nagyon taktika, irtóztak a be kell kezdeni, és utána menni, a németek mutatták meg legjobban a hajót. Aztán a forintai bajnok, Jelorusz 2-s Maszájko Prokárjanov indul el, a miénk ott vannak azonban, fönt egyen följen, egyelőre nagyon jó, sőt, lehetetnek is. Jól mennek, nagyon jól, az erő kell, és aztán meg lehet nyerni is akár, jó vagy Csaba. Sokkal jobban indultak el, mint tegnap, fél hajóhoz az erőnyű. Hamarosan a térkárnál leszünk már az egész
Orbán Csaba egyelőre jól megérő hajót. Nagyon jönnek a románok is, és egy pillanatra az orosz hajót is lehetett látni, csalókkal kép, de még így is látszik, skurtban, hogy úgy mondjam, átkósan is, hogy a miénk vannak elől valamivel, kettővel fölöttük azonban, Zsuravszki és Renejti rendkívül erőteljesen. A német hajó, a tegnap jó égnék bajnok hajó kísérlet arra, Orbán Csaba, Zsuravszki és Renejtivel csatázni, már túladnak a 250 méteren, de még mindig a miénk vannak elől, ez a két hajó, Zsuravszki és Renejti, Horvát és Kolonics, de vezet a mi hajó, rá tudnak-e tenni még egy lapáttal, hátulról kötöttünk nagyon jön, nagyon-nagyon erősen jön, Andriev és Obrezsa is, Horvát Csaba, vezet, egyelőre vezet még, még elől vannak egy kicsivel, de nagyon kicsi a különbség, most rá menni még arra pár méterre, elől vannak vezetnek, sőt most már talán egy kicsivel biztosabban is, még arra pár méterre kell az erő, ide elég Zsuravszkiba és Renejtivel, iszonyatos csatában, de centiméterekkel talán a miénk vannak elő, kettőt, hármat belemény, most tegyen, nem tudom, de talán ők nyertek. Itt van Fábián Laci, mit mondasz? Gyertek velem, azt mondja igen. Jakubovics Péter, Pólit. Hát kettő és fél félre állunk meg erésre. Jaj, itt még nem. Talán. Minimálisan, a berúgással. Hú, hát kész, kiúgik az ide. Tesz hagyjál. Ott vannak fönn. Ők nyertek. Felkérném Schmidt Gábor urat, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkárát beszéde megtartására. Tisztelt képviselő úr, alpolgármester úr, főtitkár úr, kedves meghívott vendégek, kedves diákok, engedjék meg, hogy én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsek ma itt mindenkit. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága az elmúlt hónapokban gyakorlatilag a kommunikáció középpontjában azt az üzenetet állított, hogy szeretnénk, hogyha Magyarország sportnemzetből sportoló nemzetté válna. Mit is értünk ezen? Azt értjük ezen, és azt szeretnénk sugallni elsősorban fiatalok, diákok nektek, hogy igenis a sport az egy olyan közeg, a sportpálya, a sportolási helyszín, a sportolói közösség egy olyan közeg, amelyben olyan útravalót kaphattok magatoknak, függetlenül attól, hogy élversenyzők lesztek-e, vagy akár olimpiai bajnokok, vagy csak egyszerűen megszeretitek a sportot, olyan útravalóhoz juttok, ami egész életetekben el tud kísérni és segíteni tudja életetek folyamán, akár a nehezebb pillanatokat is. Mik is ezek? Egyrészt a sport megtanít a munka iránti alázatra, megtanít mások tiszteletére, megtanít a fair play szellemére, és még sorolhatnám azokat a fontos tulajdonságokat, amelyek igenis ebben a közegben, a sportpályákon sajátítható el igazán. De miért mondom most ezt itt egy kiállítás megnyitóján? Azért mondom ezt, mert volt egy kenus legenda, egy kenus srác, akit sajnos nektek már személyesen nincs szerencsétek ismerni, de ő mind ezekkel a tulajdonságokkal felruházva végezte a napi életét, a napi munkáját, és ezt a sport során szerezte meg. Amikor elkezdett kenuzni annak idején a Spartacus nevű egyesületbe, akkor ő se tudta, hogy olimpiai bajnok lesz, nem is egyszeres, hanem többszörös olimpiai bajnok lesz, de végezte a munkáját, végezte a dolgát, és azok a tulajdonságok, amelyekről most is beszéltem, ezek az élete részévé váltak, és én azt gondolom, hogy olyannyira az élete részévé váltak, hogy már életében a sportpályákon, az edzéseken is üzenetet hordozott, és ezeket az üzeneteket, ezeket a tulajdonságokat próbálta átadni másoknak is, és van egy közösség, ez a Kolonics Alapítvány, amely közösség igyekszik ezt az értéket, ezt a megszerzett értékeket továbbvinni, hiszen azt gondoljuk, hogy ez nem csak Kolonics Gyuri érték, hanem az egész kajakkenu sporté, a sporté, és ezek az üzeneteket szeretnénk minél többekhez eljuttatni, és ezért van, hogy ha jól emlékszem, ez már a 27. kiállítás, magam is megdöbbentem, amikor kérdeztem elnök urat tegnap, hogy hanyadik kiállítás megnyitója is lesz ez, és én
volt szerencsém mindegyiken ott lenni, és azért is tartottam fontosnak, hogy ma is itt legyek, hiszen azt gondolom, hogy ennek a kiállításnak, Kolonis Györgynek ez a küldetése, hogy igenis elsősorban hozzátok fiatalokhoz, és én nagyon örülök, hogy ma ezen a kiállításon itt vannak a fiatalok, ti itt vagytok, és első kézből hallgathatjátok ezt az üzenetet, és első kézből láthatjátok majd a kiállítást, és nézitek végig a filmeket, a fényképeket, az idézeteket, és azt kívánom nektek, amit alpolgármester úr is mondott, hogy ha egy pici szeletet ebből magatokévá tudtok tenni, akkor azt gondolom, hogy már ennek biztos, hogy volt értelme, és kérem azt, hogy mondjátok el ezt másoknak, és mondjátok el, hogy igenis a ti gimnáziumotok, a ti általános iskolátok befogadta ezt a kiállítást, hiszen ti magatok is úgy gondoljátok, hogy ez olyan értéket hordoz, amelyet sokak számára szeretnétek még eljutatni, és akkor egy picit még hozzátesztek ahhoz, hogy ez igenis minél többek számára tovább adott érték legyen. Ehhez kívánok magunknak sikeres időszakot, jó egészséget, hiszen ez egy közös küldetésünk, és köszönöm szépen a gimnázium és általános iskolának, az önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a kiállítást itt ma megnyithassuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr szavait, és most pedig nézzük meg a Kolonics György második olimpiai aranyérmét hozó kenu 1-es 500 méteres döntőjét a Sydney olimpiáról. Kolonics Gyuri hajója a zöldben, ő jó megkülönböztetett. 28 éves a mi fiúk, tehát életversenyző, nagyon elrakol mellőle Andreas Dittmer. Eddig igen jó futamot, mert Kolonics Gyuri nagyon biztatóan nevezett, Dittmer húz nagyokat mellette, és húz el is tőle egy kicsit. Középük rettető erősen kezdett, viszont ki az olimpia? Ő az a fehér hajó, ő az, akik most itt leváltunk a képből, ki nem. Kolonics Gyuri közben lassan közlálkozik Dittmer mellé, bár Szerjó is szokásához képest erősen kezdett ön a kettes pályán, de egyik se annyira, mint középük mondom. Jászlóvicki és itt alul az ukrász Irinszki. Egyik sem piskóta menő, kettő veszedelmesen, jó és bármikor lehet dobogós is akár. Közben Jászlóvicki mellé, tölötte egyel, Kopányon is piros kendőjében, de ott van Kolonics Gyuri. Kolonics Gyuri igen jól tartja magát, tehát az olimpia még vezet. A helyező, a helyre esélyesek között Kolonics Gyuri nagyon jól tartja. Dittmer nem annyira, de nagyon nagy a hajrája. Kopányon a második, és Kolonics a harmadik pillanatban. Féltárhoz közelítve. Még megírták fel a részletményeket, Nezulickinek közelít, és ez a jobban közelít. Kopányon lent változatna jó Szilinszki, és Kolonics Gyuri még mindig Dittmer előtt tartja magát. Ott megy ki a képbe, jó, B-hajó hozza, mondanék Kolonics Gyuri a harmadik helyen, de Dittmer közelít hozzá, és ezért van csatlakozik Kopályóra, és rámennek, de az olyan Gyuri még mindig vezet, és most már lehet tudni, hogy a sorrend Kolonics Gyuri Kopályó Szilinszki Kolonics sorra 250 mér. Opályok, rákapcsol, de Kolonics remekül jön, tart opályokban. Most már Kedovicki mit a kette megelőzni, Gyurika, próbálj valami, hát ha le lehet opályokot hajrálni, és Gyuri jön, és Gyuri közelíti, és Gyuri ennél jobban közelíti opályokot, tudja még rátenni, mert kéne, még kéne centiméterek, de kellene, hol is Gyuri most már a centiméterekkel is úgy tűnik megjelent vezet, Gyurikám 20 méter sincs hátra, Gyuri vezet, és már félhajoltan elége, meg tudja nyerni, higgyék el, ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok, na hát ez az! Micsoda boldogság ez, hát én ezt el nem tudtam volna képzelni, mekkora versenyző, mekkora csodálatos nagy. Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés itt lenni a mai napon, részben sportolóként, aki megint beizgultam a versenyeket, most már 28-szorra nyeri meg a Koló ezeket az aranyérmeket nagy-nagy örömömre. Örömmel vagyok itt valóban, versenyzőként is, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkáraként.
Magyar Olimpiai Bizottság számunkra a legfontosabb az a felkészülés, ami az éppen következő olimpiára vagy világeseményekre történik, amiben a Magyar Olimpiai Bizottságnak szerepe van, de emellett nem felejthetjük el azt a lassan 130 éve íródó történelmet, amit 1896-ban Hajós Alfréd kezdett megírni a Magyar Sport aranykönyvébe, és rajta keresztül Takács Károly, Zsivócki, Gyula, Pap Laci, Kolonics György, Balcó András és sok-sok fantasztikus sportoló megtett az elmúlt, mint említettem, közel 130 év alatt. Ezek a pillanatok a magyar sportot, Magyarországot, a magyar embereket mind-mind dicsérik, mind arra alapra helyezik, ami a világban egy különleges pillanat és egy különleges szituáció, magyarnak lenni, sikeresnek lenni, és ezt mind a sport adja. Ahogy államtitkár is elmondta, nem feltétlenül csak és kizárólag az olimpiai bajnok az, aki sokat kap a sporttól. Mindenki számára tartogat olyan pillanatokat, örömkönnyeket, bánatkönnyeket, ami szerintem az élethez mindenféleképpen hozzátartozik. Az élsport is, a szabadidősport, egyszerűen csak ha leugrunk a térre egyet focizni, egyet elmegyünk kocogni, én úgy gondolom, hogy a sport az, ami teljessé és fantasztikussá teszi az életünket. Mint olimpiai bizottság, természetesen azokat az eszméket, amiket a sport adhat, ezeket folyamatosan erősítenünk kell, és biztosítani a jövőt arról, hogy a nagy elődök, akik ezeket a fantasztikus eredményeket elértek, mind-mind olyan példaképek, akikre lehet támaszkodni, lehet bízni bennük, és el lehet hinni azt, hogy amit mondok és mondunk sokan, hogy a sport sok-sok dologra megtanít, és sok-sok dologra akár gyógyszer is lehet az életünkben. Természetesen a testünknek is és a lelkünknek is nagyon-nagyon sokat számítanak ezek a pillanatok. Én, mint Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára nagy-nagy örömmel mondom azt, hogy folyamatosan csatlakozunk ezekhez a lehetőségekhez, keressük azokat a pillanatokat, azokat a mozzanatokat, amikor ezeket a finom és szép emlékeket meg tudjuk tartani és mélyíteni tudjuk mindannyiutok között Magyarországon, meg akár a határon túl is, és ez nem volt kétséges számunkra, hogy a Kolonics Alapítvánnyal együtt dolgozunk hosszú-hosszú ideje, sajnos együtt dolgozunk, de másik oldalról pedig természetesen egy szomorú, de fontos kötelezettségünknek kell eleget tennünk, amikor Gyurira és rajtan keresztül minden sportolóra, illetve sportot szerető emberre meg tudunk emlékezni. Én valóban azt kérem tőletek, hogy tartsátok meg jó emlékezetben Kolót, nézzétek a kiállítást, tanuljatok minél többet belőle, véletlenül felhívja a figyelmeteket más sportra, más sportolókra, vagy saját magatokra, magatok is belekezdjetek különböző testgyakorlásokba, és higgyétek el, mindenkinek csak előnyére fog ez válni. Én kívánok ehhez mindannyiatoknak jó kedvet, amit a sport remélhetőleg még fokozni fog, és természetesen jó egészséget. Köszönöm meg tisztelő figyelmeteket. Köszönjük főtitkár úr szavait. Tisztelettel felkérném Csabai Edvin urat, 17-szeres maratoni kelu világbajnokot, a Kolonics György Alapítvány elnökét. Szóljon hozzánk néhány szót. A kiállítás be fogja mutatni az ő életét és pályafutását, és az a film is, a dokumentumfilm, ami az alapítvány gondozásában elkészült, és tudomásom szerint az Egészség Hét programja lesz. De mégis meg szeretném ragadni az alkalmat, ha már ilyen sokan vagytok, hogy néhány személyes élményt és gondolatot megosszak veletek vele kapcsolatban. Föltehetnétek azt a kérdést, hogy miért kell két héten keresztül kerülgetni a vitrineket lent, miért jöttünk ilyen sokan össze ma itt. Igaz, hogy Koló egy kivételes képességű sportoló volt, egész különleges technikával, egész példaértékű szorgalommal, de hát volt még ilyen rajta kívül néhány. Nyilván fontos dolog az, hogy a halála egész drámai volt,
De én azt gondolom, hogy még ez sem lenne feltétlen elég ahhoz, hogy ezt a kiállítást 27 alkalommal bemutassa egy alapítvány. A helyzet az, hogy ez azért történt meg, vagy történik meg, mert nagyon sokan tartozunk kolónak. Adósai maradtunk, és azért maradtunk adósai, mert nem volt lehetőségünk az adósságunkat törleszteni, mert a halála teljesen váratlan volt mindannyiunk számára. Én körülbelül ilyen idős lehettem, amikor Csepelre kerültem a csepeli csapatba, ahol koló sportársa lettem, tele ambíciókkal, úgy, ahogy ti is, és nekem is az volt a szándékom, ami nektek is, hogy sikeres legyek, és egy elismert ember. Egy nagy titkot elárulok nektek, ezt nekem annak idején nem mondta el senki, a sikernek egyetlen egy titka van, az élet megfelelő pillanataiban jó döntéseket kell hozni. És akkor, amikor ilyen idős valaki, vagy keresi az útját, mint amilyen voltam én akkor, és most ti vagytok, akkor iránymutatásra szorul ahhoz, hogy megfelelő pillanatokban jó döntéseket tudjon hozni, és az iránymutatáshoz véleményem szerint a legjobb egy példakép. És mi nagyon szerencsések voltunk, mert a példakép az öltözőben a pad másik végén ült. Ha valaki sikeres akar lenni, akkor tudnia kell feldolgozni a sikert, a kudarcot, és tudnia kell, hogy megfelelő helyzetekben hogy kell viselkednie. Kolóról csak néhány gondolatot mondanék. Amikor 19 évesen megverte a legnagyobb példaképét, nem volt hajlandó engedni, hogy a dobogón képet csináljanak róla, mert méltatlannak tartotta, hogy fölötte áll. Amikor 21 évesen világbajnok lett, fél év múlva velünk rohant a buszhoz, mert úgy gondolta, hogy ő járhat azért busszal, mert Magyarország egyik legnagyobb sportolójává vált egyik napról a másikra. 96-ban, amikor olimpiát nyert, a következő évi külföldi edzőtáborban a gardróbban aludt, mert máshol nem volt helye. És 92-ben, amikor élete legkudarcosabb versenyéről, egy olimpiáról csak 5. helyen jött haza, akkor a repülőtérről egyből a vízitelepre vitette magát, hogy elkezdje a következő év felkészülését. És amikor a szponzorainak köszönhetően megtehette azt, hogy segítse a sporttársait, akkor ő egészítette ki a fizetésünket. Ezek voltak az ő iránymutatásai, és ezek miatt van róla elnevezve egy alapítvány, van kiállítás, van film, és minden más, amit a bemutató videóban láthattatok. Igaz, hogy olimpiai bajnok volt, de olyan, mint ő, olyan biztos, hogy nem volt egy sem. És az én adósságom, és mindannyiunk adóssága az, hogy mi nem tudtuk ezt megköszönni neki, ezt az iránymutatást, és én a mai napig 10 évvel idősebb vagyok, mint ő akkor, amikor meghalt. Én a mai napig az egy bizonyos döntéseimnél szoktam arra gondolni, hogy ő vajon mit tenne, vagy hogy tenne hasonló helyzetben. Én nagyon bízom abban, hogy lesz köztetek legalább egy valaki, akinek a példaképe Koló lesz, és hogyha ez így lesz, akkor én törlesztettem az adósságomból. Nagyon örülök annak, hogy tényleg ma ilyen sokan eljöttetek. Meg szeretném köszönni a városnak, az iskolának, az intézménynek, hogy befogadtátok ezt a kiállítást, és partnerek vagytok abban a küldetésben, amit mi kitűztünk célul magunk elé. Meg szeretném köszönni a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy támogatta most már, több éve támogatja a különböző programjainkat. A Kajakkenu Szövetségnek meg szeretném köszönni, hogy 13 éve nem tudtunk olyat kérni, amire nem lett volna a válasz, és tényleg ők is minden programunkban támogatnak. Nagyon köszönöm a két klubnak, hogy eljöttek, és biztos vagyok benne, hogy ők is több csoport fiatallal fognak érkezni. És meg szeretném köszönni a kuratóriumnak, az alapítvány kuratóriumának, hogy ilyen lelkesen végzik a napi szintű feladatokat, és azt a tevékenységet, amiről eddig beszámoltam. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok. Lehetőségetek lesz megnézni a kiállítást, és bízom benne, hogy élvezni fogjátok. Köszönöm szépen! Kedves vendégeink, kedves diákok,
A megnyitó ünnepségnek a dísztermi részét most fogjuk lezárni. Bár ez nincs a forgatókönyvben, de mint elég régóta itt tanító tanár, hadd köszönjem meg önöknek, hogy elhozták hozzánk ezt a kiállítást, a fenntartónak és igazgató úrnak, hogy elhozták nektek egy olyan embernek a példáját, aki másként, de talán ugyanazt mondja, mint amit mi próbálunk nektek adni, a katedrát. Köszönöm szépen, és most ballagjunk le az aulába a kiállítás hivatalos megnyitójára. Köszönöm szépen. Itt Gábor urat, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkárát, Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, Erős Gábor országgyűlési képviselő urat, Steindl Balázs alpolgármester urat, Csabai Edvint, a Kolonics Alapítvány elnökét, és Valkó Miklóst, az Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium igazgatóját, hogy a nemzeti színű szalag átvágásával nyissák meg a kiállítást. Egy pillanatra álljunk meg így, igen. És most elszálljunk.